Tímár András vagyok, és a LibreOffice projektről szeretnék egy előadást tartani. Köszönöm a megtisztelő érdeklődést. Először egy pár szót mondanék magamról, hogy hát ha valaki nem ismer. Én sok mindennel foglalkoztam, de hát most ebben az előadásban nyilván nem rólam szól, úgyhogy csak azt emelném ki, ami így az FSFH alapítvánnyal, vagy a LibreOffice-szal kapcsolatos, vagy ebből a szempontból releváns. Ilyen 2001-2002 körül csatlakoztam ahhoz a baráti társasághoz, akikből később ez az FSFH alapítvány kifejlődött, és én akkoriban szoftverhonosítással foglalkoztam, azért az alapítványon belül is elsősorban ezt a szoftverhonosítási vonalat vittem. A Mozillával, OpenOffice-szal foglalkoztam, illetve Mozillával foglalkozom még a mai napig is. Voltam az FSFH-ban kurátor és elnök is, most már inkább csak ilyen tanácsadói szerepet látok el, már a napi operatív munkában kevésbé veszek részt. Viszont ez a szabad szoftveres karrierem egy pozitív fordulatot vett idén, mert idén áprilistól a SUSE LibreOffice Team tagjaként főállású LibreOffice fejlesztő lettem, úgyhogy itt is olyan feladatokat találtam magamnak, ami így senkinek nem kellett, vagy amire még nem volt ember, úgyhogy nagyon jól sikerült be tagozódnom a csapatba, a honosítások koordinálásával foglalkozom, az összes nyelvvel, nem csak a magyarral. Most jelenleg 100 fölött van a támogatott nyelvek száma, ugye a legutóbbi verzióban ez 105, de a következő fejlesztői verzióban lehet, hogy 108-ra fölmegy ez a szám. Ezen kívül ugye a fejlesztők túlnyomó többsége az Linuxot szeret használni, meg ahhoz ért. És ezért nagyon örültek, hogy van valaki, aki ért a Windowshoz is, és nem csak, hogy ért hozzá, hanem hajlandó hozzányúlni, és nem gyűlöli, megszállottan. Úgyhogy hát így elnyertem magamnak azokat a feladatokat, hogy a Windowsos buildeket készítem akár a nagy közönség számára, akár pedig a fizetős ügyfelek számára a hibajavításokat. Ezen kívül ugye van a LibreOffice-nak egy vezetőtestülete, az Engineering Steering Committee, aki műszaki kérdésekben dönt, erre még később kitérek, és ebbe beválasztottak, hogy elsősorban azért, hogy a honosításokkal és a honosítóknak az érdekeit ott valaki képviselje, mert ez egy fontos dolog, hogy ne csak az angol nyelvi verzió fejlesztése kapjon hangsúlyt, hanem azért az a 100-valahány másik nyelv is ott van. Az elején elmondanám röviden, hogy jutottunk el odáig, ahol most tartunk. Ugye a LibreOffice projekt az 2010. szeptember 28-án indult el, de mindenki tudja, hogy nem a semmiből tűnt elő, vannak előzmények. És ezek, hát az előzményeket is sokan ismerik, meg fönn van a weben, meg két évvel ezelőtt is már itt előadta valaki, úgyhogy csak nagyon gyorsan végig szaladnék ezen. Ugye az egész programcsomagnak a történetét ezt 1985-ig lehet visszavezetni, tehát egy borzasztó ilyen történelmi régmúltba, amikor egy 16 éves német fiatalember, Mark Burris alapított egy céget Star Division néven. És a Star Division ez 1986-ban elkezdett fejleszteni egy szövegszerkesztőt, az akkoriban egyedülalkodónak számító PC-s operációs rendszerre, ugye ez a DOS volt. És ezt Star Writer-nek hívták, ezt a szövegszerkesztőt. És 90-es évek elején elkezdték átírni több platformosra. Ekkor elkészült az OS2-es verzió, akkor Windows 3.1-re megírták az akkori Macintosra, illetőleg a Star Writer-t azt kiegészítették ugye egyéb programkomponensekkel, írtak táblázatkezelőt, aztán lett bemutatókészítő. A 90-es évek közepe, vége felé már
volt HTML szerkesztő, saját böngésző, saját desktop, és akkor az egészet elkeresztelték StarOffice névre. A StarOffice ugye 1997-ben vált teljes irodai csomaggá, amikor már hozzácsaptak egy adatbázis kezelőt is. A Star Division, mint önálló vállalat, az 1999-ben az élete véget ért. Ugye, ekkor vásárolta fel őket a Sun Microsystems 73,5 millió dollárért. És azóta is találgatják az emberek, hogy miért került sor erre a fölvásárlásra, mi értelme volt ennyit fizetni ezért a cégért. De erről terjeng egy anekdota az interneten, Simon Phipps-től származik állítólag, aki a Sun alkalmazottja volt abban az időben. Egyébként egy, az open source mozgalomnak egy kiemelkedő alakja, és az Open Source Institute-nál tölt be most tisztséget. Tehát ő ezt mesélte a felvásárlás okáról, hogy akkoriban a Sun-nak 42 ezer alkalmazottja volt, eznek a 42 ezer alkalmazottnak mind volt egy Unix-os munkaállomása, meg egy Windows-os laptopja, és hogy olcsóbb volt venni egy komplett céget, aminek van egy ilyen irodai programcsomagja, mint venni 42 ezer Microsoft Office licenzt. És egy kicsit utána számoltam azért ennek a mondásnak, és most vagy nagyon drága volt 1999-ben egy Microsoft Office licenc, vagy hát egy kicsit eltúlozta ezt a dolgot, vagy kiszínezte a történetet, vagy az is lehet, hogy nem is mondott ilyet, csak az újságíró szerette volna így érteni, mert ez nagyon jól hangzik. De tény az, hogy megvették ezt a vállalatot, és hát 10 évig ölték bele a pénzt, és szerettek volna kifejleszteni egy olyan terméket, ami a Microsoft Office-nak a versenytársa lehet. Viszont hát aztán az sok furcsa dolgot csinál, sok mindent összevásárolt, mindenfélével foglalkoztak, sokféle hardverrel, szoftverrel, ezek közül nem mindegyik ötlet jött be, de végül is ez a StarOffice felvásárlás, ez talán nem a legrosszabb ötletük volt. Ugye első intézkedésükként az 5.2-es StarOffice-t ingyenesen letölthetővé tették, csak kicserélték a logót a sajátjukra, és már lehetett is letölteni Linuxra, Windowsra, nem tudom, másra nem emlékszem, hogy még mire. A következő húzásuk az volt, hogy nyilván ebben Simon Phipps-nek is nagy szerepe volt, mint egy open source-os lelkes embernek, hogy hát akkor tegyük ezt nyílt forrásúvá, és akkor majd jön a közösség, és az majd segít nekünk a fejlesztésben. Először kb. Egy évig tartott, 99 és 2000 között, amíg kitakarítottak belőle minden olyan kódot, amihez nem volt joguk közzétenni. Majd utána ezt a lecsupaszított forráskódot kitették az internetre 2000. október 13-án, és ekkor indult az openoffice.org projekt. Úgyhogy kettős licenszel látták el, az egyik az LGPL volt, a másik pedig az SCSSL nevezetű licensz, ez a saját találmányuk, Sun Industry Standard Software License volt. Ja, ezek a licenszek biztosították azt a négy legfontosabb alapjogot, amitől ugye szabad szoftvernek nevezünk valamit, tehát a forrás az ugye szabadon letölthető, tanulmányozható, módosítható, a módosítás is terjeszthető, és a többi, tehát amit ugye, valószínűleg a hallgatóság ezekkel tisztában van. Illetőleg a másik licenc, ez az SCSSL, ez egy úgynevezett gyenge copyleft licenc, ami megengedte, hogy a származtatott munkák forráskódját bezárják. Ez nekik is egy jó menekülő útvonal volt, hogy erre alapozva egy kereskedelmi terméket tudjanak kiadni, illetve hát mások is éltek ezzel a lehetőséggel. Eredetileg az OpenOffice nevet szerették volna választani a projektnek, kiderült, hogy ez a név ez már védett, ezért lett a projektnek a neve openoffice.org, tehát a doménnév alapján nevezték el a terméket, ez kicsit bénának tűnt eleinte, aztán az emberek
megszokták, és utána a következő 10 évben aztán jogászai jó munkát végeztek, és ezt az Open Office nevet mostanra már nagyjából sikerült így felszabadítani, úgyhogy most ennek a használatából ma már nincsen probléma, de ma már nincs is nagy jelentősége a dolognak. Hát ugye a forráskódot ugyan kitették, de hát ezt még le se lehetett fordítani, meg hát az egész egy nagy zavaros halmaz volt, úgyhogy még egy másfél évet vett igénybe, amíg ebből egy olyan terméket sikerült összeállítani, amit a végfelhasználó is föl tud tenni és valahogy tudja használni. Úgyhogy 2001-ben jelent meg az OpenOffice.org első verziója. Ez a nyílt forrású fejlesztési modellről egy pár szót mondanék. Ugye ez a 2000-es évek környékén egy nagyon népszerű ötlet volt, hogy hát ugye az volt egy ilyen ideológia mögötte, voltak ilyen elméleti munkák, hogy majd kirakjuk a forráskódot, az embereknek ez akkor megtetszik, letöltik, belejavítanak, visszaküldik, és akkor a közösség az így ingyen fejleszt nekünk, mi csak bezsebeljük a közösségtől a fejlesztéseket, és kiadjuk a terméket, és akkor mindenki jól jár, mert a közösség kapott egy ingyenes terméket, mi meg kaptunk ingyen fejlesztőket. Most kiderült ez elég hamar, hogy nem elég a kódot megnyitni, hanem hát a fejlesztőket valahogy oda is kéne vonzani a projekthez. És ez az, ami a Sun-nak kb. 10 év alatt nem sikerült. Tehát gyakorlatilag az első években érdemi kód hozzájárulás kívülről nem érkezett. Mindent ugyanaz a Star Division Team fejlesztett, amit a korábban a kód megnyitás előtt. A közösség az inkább a honosításban, vagy dokumentációírásban, vagy a minőségbiztosításban vette ki a részét. És ennek az okait próbálták feltárni, és próbáltak ezeken a dolgokon javítani. De a 10 év alatt elért fejlődés az gyakorlatilag nem volt elegendő. Tehát a forráskód, ha valaki egy módosítást szeretett volna beküldeni, egy patchet, akkor azon volt, hogy 2 évig ültek, és elment tőle a külsős fejlesztőnek a kedve. Vagy ilyen bürokratikus akadályokat állítottak az emberek elé, hogy töltsenek ki egy bonyolult specifikációs dokumentumot. Azt aztán jóvá hagyja egy bizottság, de az a bizottság, az sokan kételkedtek is, hogy egyetlen ez a bizottság létezik, mert hogy így évekig nem hallottak felőlük, hogy most jó lesz a patchen, vagy nem, de gyakorlatilag minden olyan változtatás, ami a felhasználói felületet érintette, tehát mondjuk egy plusz gombot berakott volna valaki, vagy egy plusz jelölő négyzetet, azt már egy bizottságnak kellett jóvá hagynia. És ennek ellenére, hogy ennyire elbonyolították a folyamatokat, a végeredmény az nem lett jó, mert az a felhasználói felület, amit az ő bizottságuk jóvá hagyott, az még mindig úgy nézkezett ki mondjuk 2010-ben is, mint hogyha 1997-ben jelent volna meg a program. Tehát egyáltalán nem tűnt korszerűnek, nem tűnt frissnek, nem tűnt használhatónak. A külsős felhasználóktól azt is elvárták, hogy testbuildet készítsenek, két platformra. Tehát nem elég, hogyha valaki Linuxra fejlesztett, akkor Linuxra valahogy lefordította, hanem ők kérték mondjuk a Windowsra is, vagy mondjuk Macre. Ez sokaknak egy leküzdhetetlen akadályt jelentett. A másik probléma viszont egy jogi természetű volt. Minden hozzájárulóval aláírtak egy szerzői jogmegosztási nyilatkozatot. És volt, akinek ez nem okozott problémát. Oké, megosztom a szerzői jogomat a Sun-nal, tehát az enyém is marad, a saját hozzájárulásommal azt csinálok, amit akarok, de a Sun is azt csinál vele, amit akar. Tehát mondjuk relicenszelheti, eladhatja, saját kereskedelmi termékébe építheti, stb. Ez egy egyéni felhasználónak, ha csak nem mondjuk fanatikus szabad szoftveres, ez így nem okoz problémát, viszont egy vállalati hozzájárulónak már igen. Mert egy vállalat miért is fejlesztene bele mondjuk a versenytársának a termékébe úgy, hogy a jogok elosztása az egyenlőtlen. Úgyhogy ezért a fejlesztés ez több ágra szakadt. Voltak, akik egy szabad szoftveres irányba forkoltak le, ilyen volt a GoOO projekt, ami a végén kb. 800 patchet tett az eredeti OpenOffice.org forráskódhoz hozzá. Az összes Linux gyakorlatilag a Red Hat-et kivéve ezt a verziót használta. A Red Hat-nek is volt egy saját OpenOffice.org verziója.
akkor a Novell az a Go-t használt, a Windows-on is, nem csak Suzén. De voltak kereskedelmi forkok is, például az IBM a Lotus Symphony projektjét egy Open Office-org verzióra alapozta, ennek ugyan egy ingyenes termékről van szó, de a forráskódja nem nyílt. És a Multiráció és a Magyar Office, Euro Office termékeit, azt a, szintén a SysSL licencet kihasználva, ez egy Open Office-on alapuló termék volt, de a változtatásokat nem adták ki, vagy csak keveset. És a Sunt 2010-ben felvásárolta az Oracle. Ettől a lépéstől, hát az optimisták azok sokat reméltek, a pessimisták meg gondolták, hogy csak a helyzet még rosszabb lesz. És ugyan az Oracle az megígérte, hogy folytatja az Open Office-org fejlesztését, és a klienseket itt is megnyugtatta, hogy a termék fennmarad, ez nem történt meg. 2011 áprilisban bejelentették, hogy beszüntetik a kereskedelmi verziót, gyakorlatilag elkezdtek mindenkit kirúgni. Most novemberre már senki nem dolgozik náluk Open Office-orgon, és a forráskódot pedig nyáron átadták az Apache alapítványnak. Ők fogják abban a reményben, hogy majd az Apache-hoz csatlakozó emberek fogják fejleszteni a tovább az Open Office-orgot tovább viszik. Most tehát én ehhez nem fűzök sok remény, de nem is akarok sok szót vesztegetni az Apache-ra, mert nem ez az előadás témája, de a kevés fejlesztőjük van, le kell cserélniük a licencet, ki kell dobniuk az összes GPL-es, LGPL-es kódot. Verziókezelőt is váltottak, ugye Mercurial-ről visszaváltottak SVN-re, Subversion-re, úgyhogy nagyon-nagyon messze vannak attól, hogy bármi használatot ki tudjanak adni. Viszont történt más is 2010 szeptemberében. Ugyanis egy pár ember úgy gondolta, hogy nem várja meg, hogy mi lesz az Oracle-lel való tárgyalások vége, úgy tűnt akkor, hogy nem nagyon lehet velük megegyezni, és egy ilyen partizán akcióval a budapesti Open Office.org konferencián alapítottak egy független alapítványt, amit 2000-ben a Sun megígért, de azóta sem tartott meg. A közösségnek az a fele, vagy nem is fele, hanem az a nagyobbik része, aki nem volt Oracle alkalmazott, az úgy döntött, hogy akkor ők leválnak és csinálnak egy független szervezetet. Ez a fénykép nagyon különleges, mert nincs meg sok embernek. Ezen a vacsorán készült 2010. szeptember 2-án, és itt látható az a néhány ember, akik elindították ezt a folyamatot. Míg a konferencia hivatalos programján résztvevők a Dunán hajókáztak, addig ők így 15-en, vagy nem tudom pontosan hányan, gyorsan megalapították a Document Foundation-t. És a Document Foundation az egy kísérlet, arra egy kísérlet, hogy ezeket a szabad szoftveres elveket és fejlesztési módszertanokat hogy lehet átültetni a gyakorlatba, hogy lehet-e, és hogy ekkora kódbázis esetén is sikeresen alkalmazhatóak-e, és hogyha ebből kijön egy termék, akkor az üzleti szempontból sikeres lesz-e. Ezt ugye a megalapítás pillanatában még csak remélni lehetett, de az eltelt egy évnek az eredményei azért elég bíztatóak. Ugye az Open Office.org fejlesztéséhez a való csatlakozás, vagy az ahhoz való hozzájárulás így sok szempontból hát nem volt egy kellemes dolog az előbb említett dolgok miatt, mint ugye a nehézkesség, meg a szerzői jog megosztás, valamint ugye kevés olyan ember volt, aki azt mondhatta volna, hogy hát én büszke vagyok az Open Office-org forráskódjának szépségére, vagy nem tudom, tehát ilyen eleganciájára, mert ez sem volt igaz. Tehát hiába nyitották meg 10 évvel ezelőtt a forráskódot, elmaradt egy csomó olyan karbantartás, refaktorálás és egyéb művelet, ami ezt egy korszerű és hackkelhető forráskóddá tette volna. Még most is tele van német kommentekkel, hogy más ne említsünk, ami eléggé megnehezíti a kód olvasását, de rengeteg olyan
alaposztály is implementálva van ilyen saját módszerrel, amik most már a standard C++ programkönyvtárnak a részei. És ezeket a dolgokat mind-mind meg kellett volna csinálni, de ez nem ment az OpenOffice-os időkben. Az első intézkedés ugye az volt ezzel kapcsolatban, hogy a belépési korlátot nagyon durván le kell szállítani. Jöjjenek az emberek. Nagyon fontos, hogy minél több hozzájáruló legyen, mert ez a néhány fizetett alkalmazott, aki fejlesztésen dolgozik, az nem tudja elvinni a hátán a hibajavítást, a kiadásokat, az új funkciók fejlesztését, stb. Stb. Tehát nagyon szükséges, hogy jöjjenek az emberek. Ugye az egyik ilyen akadályként ugye ezt a szerzőjog megosztást azonosították. Döntés azonnal megszületett, hogy ilyen a LibreOffice-nál nem lesz. Tehát nem kell a szerzőjogot megosztani, nem kell egy alapítványra ráruházni, elég egyetérteni a licenszel, mint ilyen minimum feltétel. Ugye azt nem tudjuk, hogy az OpenOffice-nál mi lett volna, vagy hogy lett volna, de a következő slide ez a Fedora projekt hozzájárulóinak számát mutatja az idő függvényében. És hát felvetődik a kérdés, hogy vajon mikor törölte el a Fedora projekt ezt a kötelező papír aláírását? Valószínűleg akkor, amikor a felhasználók szám, vagyis az aktív hozzájárulók száma meredeken megugrott. Tehát ez náluk is egy gátja volt a hozzájárulásnak, hogy senki nem szeretett aláírni, GPG kulccsal aláírni, aztán elfaxolni, aztán várni, hogy ezt elfogadják. Nem sokkal egyszerűbb csak azt mondani egy e-mailben, elfogadom a licenszet, itt a hozzájárulás, tessék, vigyétek. Tehát ő ezen az ábrán azért látható, hogy ennek van szerepe. Az emberek kényelmesek és nem szeretnek feleslegesen papírmunkát végezni. És nem mindenki gondolja így. Kelemen Gábor hívta fel a figyelmet a múlt héten, hogy ugye a Canonical, aki az Ubuntu mögött áll, az éppen most vezet be egy ilyen szerzőjog megosztó ilyen Contributor License Agreement-et, amit így kötelező aláírni mindenkinek, aki részt szeretne venni a projektben. És látszik, hogy 170 tagot sikerült arról meggyőzni, hogy ez egy jó irány. Ennyien írták alá eddig. És ezek nem mind kód hozzájárulók, hanem lehet, hogy csak fordítanak, vagy nem tudom, lehet, hogy csak lelkesednek, a launchpadon van egy accountjuk. És ezt a 170-es számot érdemes mondjuk összehasonlítani azzal, hogy az Ubuntu.hu portálon, tehát csak a magyar portálon 23 ezer felhasználó van regisztrálva. Ennél nyilván többen olvassák, mert nem mindenki regisztrál. Tehát valószínű, hogy ez a kötelező Contributor License Agreement, ez nem a jövő útja. Tény, hogy vannak előnyei is, tehát akkor, hogyha egy kézben összpontosul az összes jog, akkor mondjuk egy licenc cserét könnyű meglépni. Míg hogyha az össze, mint több ezer felhasználót kell megkeresni, akik már, vagy hozzájárulót, akik már meghaltak, nem válaszolnak, eltűntek, az gyakorlatilag lehetetlen. Viszont annyi előnyel jár, ugye, hogy akkor a hozzájárulók szempontjából, hogy a munkájukat nem lehet kisajátítani, nem lehet az akaratuk ellen a kódjukkal azt csinálni egy szervezetnek, amit akarnak. A LibreOffice projekt indulása óta 13 hónap telt el, és hát nem állunk rosszul, ezt mondhatjuk. Tehát 220 új kód hozzájáruló jelent meg, akinek a patchét befogadtuk. Ezek olyan emberek, akik korábban se az OpenOffice org-hoz nem járultak hozzá, de ezek újonnan jöttek ezek az emberek. Ennyi új embert a Sun, az OpenOffice org projekt 10 éve alatt nem bírt felmutatni, még ennek a töredékét sem. A fordítók gyakorlatilag mindenki, minden fordító csapatot sikerült az OpenOffice org projektből meggyőznünk arról, hogy a LibreOffice-t is fordítsa, illetőleg mivel az OpenOffice org most nem ad ki semmit, ezért ők nekünk dolgoznak. És
Hát ez alatt a 13 hónap alatt 10 stabil kiadás jelent meg. Ugye most jelent meg ezen a héten a 3.4.4-es verzió. Ugye a kiadások azok szigorúan időalapúak, folyamatos hibajavítással, és az elv az, hogy a hibajavításokat azonnal kiadni a felhasználóinknak. Nem várunk arra, hogy jaj, még egy hiba, még az én kedvenc hibám legyen benne, addig nem jelenhet meg, hanem ütemezetten adjuk kifelé. Ezt is a gyakorlat bizonyította, hogy ez egy jó elv a szabad szoftverek kiadására, az időalapú kiadás, mert tervezhetőek a kiadások, a fejlesztők is jobban foglalkoznak a hibajavításokkal, mert tudják, hogy ketyeg az óra, és ha szeretné bejuttatni a munkáját, akkor jobban összekapja magát. Úgyhogy ez bevált azzal szemben, hogy akkor adjuk ki, amikor elkészült, mert gyakorlatban a programok sohasem készülnek el. És ez a grafikon, ugye többféleképpen lehet mérni a hozzájárulásokat. Ez az egyik módja a dolognak, hogy nézzük a hozzájárulók számát. Ez azt domborítja ki, hogy milyen sok új hozzájárulónk van. Őket ez a középső sárga sáv jellemzi. Látható, hogy amikor a projekt elindult, akkor hirtelen fölnőtt a számuk, mindenki nagyon lelkesen küldött patcheket, egyszerű kódtisztításokat, vagy akár német kommentek fordítását, vagy ilyesmi. Aztán persze volt egy kis visszaesés, és akkor így folytatódik. Itt most a 2010 nyarán volt egy kis leesés, de most látszik, hogy megint jön fel. Ugye a piros az Orékülnek a hozzájárulása volt, ők ugye megszűntek, már nem járulnak hozzá. Mindez azonban nem mond semmit arról, hogy az egyes hozzájárulók mennyit járulnak hozzá. Tehát mondjuk ezen a grafikonon a Canonical, az egy elég szerény kis sárga csíkkal szerepel alul, holott a Canonical-es ember kiszámolta, hogy ő a commitoknak a 8%-áért felelős. Tehát mondjuk egy ember is csinálhat sokat, és az egyéni hozzájárulók pedig esetleg csak egy-egy patchet küldenek. Tehát ez a grafikon ez a hozzájárulók számát tudja mutatni, nem pedig a hozzájárulások mennyiségét. Arról is lehetne egy grafikont készíteni, de ez még mindig nem mond el semmit arról, hogy az a hozzájárulás az mennyire jelentős. Például, hogyha azt nézzük, hogy ki adott hozzá a legtöbb kódsort a LibreOffice forráskódjához, akkor azzal én nyernék torony magasan, mert én komitolom be a 104 nyelvnek a fordításait, és ez több százezer sor. Most nyilván nem ez a lényeg. Tehát igazából, hogy ez egy megragadhatatlan dolog, csak egy adott szempontot tudunk kiemelni. Itt most az a grafikon azt hivatott demonstrálni, hogy a fejlesztői bázisunk az sokszínű, nem egyetlen egy vállalat hozzájárulásától függ, és hogy rengeteg független hozzájárulónk van. Ezzel szemben az Apache teljesítménye, az Apache OpenOffice-ról teljesítménye, ez elég szerény, eleve lassan indultak, nagyon kevés kód hozzájárulójuk van. Azok közül is már egy párat fölvett a Red Hat, úgyhogy azok már LibreOffice-t fejlesztenek azóta. Úgyhogy ebből a szempontból a LibreOffice sokkal jobban áll. Most a LibreOffice-nak, mint említettem, nagyon fontos alapelve, hogy középpontban a fejlesztők. Ugye sokféle szerep van egy szabad szoftveres projektben, vannak honosítók, akik fordítják, vannak dokumentációírók, vannak, akik a fórumokon segítenek, vannak marketingesek, stb. Lehet sorolni még, hogy milyen hasznos dolgokat lehet végezni egy szabad szoftveres projekt körül, és ezek mind nagyon szép és fontos dolgok, de a dolog jellegéből adódóan a legfontosabb mégiscsak az, hogy a kódot meg kell írni, tehát a programozó, a fejlesztő kell, hogy álljon a projekt középpontjában, nekik kell meghatározniuk az irányt, és nekik kell a vezető szerepet vinniük. Ugye említettem, hogy van körülbelül 30 főállású fejlesztő, ebből 15 a SUSE-nél, 5 a Red Hat-nél, 1 a Canonical-nél, most az előadást követő kiadványában kicsit
jobban leírtam, most nem akarok itt fejből idézgetni. Vannak még ilyen kisebb, kevésbé ismert cég, akik szintén adnak egy-egy embert, tehát így nagyjából összejön a 30. Nyilván ez nem elég, hanem meg kell nyerni az új kód hozzájárulókat. És őket úgy lehet ugye jól megnyerni, hogyha ugye leszállítjuk a belépési küszöböt egyrészt, másrészt meg vonzóvá tesszük magát a projektet. Tehát említettem, hogy nincs szerzői jogmegosztás, de nagyon fontos az is, hogy nem csinálunk nagy, nem építünk fel nagy procedúrákat a kód bejuttatására, tehát nem kötelező a hibajelentő rendszerbe bejelenteni hozzá egy hibát, egy hibajegyhez legyen kötve a patch, hanem egész egyszerűen csak be kell küldeni a levelező listára, patch subject-tel ellátva, egyetérteni a licenszel, és az illetőnek a patch akár aznap bemegy a forráskódba. 3-4 jó patch után már így meg szokta tőle kérdezni, hogy hát barátom, nem kérsz egy írásjogot, hogy ne kelljen már mindig nekünk berakni a patchedet, hanem akkor majd berakod magad. És akkor általában kér, kap, és onnantól kezdve írhatja a repozitorit. Most nyilván ez jár egy bizonyos kockázattal, ugye? Mert mi van, hogyha majd ő valami rosszat ír bele? Akár azért, mert nem elég jó fejlesztő, akár esetleg szándékosan. És ezt a kockázatot viszont fel kell vállalni. Egyszerűen meg kell bízni az emberekben, hinni kell bennük, hogy általában a legtöbb ember jót akar, illetőleg a logból mindig kiderül, hogy ki mit csinált, utólag ki lehet javítani, esetleg ha valaki sorozatban csinálja a hülyeségeket, akkor azt meg lehet kérni, hogy ne tegye, de igazából egy ilyen esetre emlékszem, és olyan eset pedig még nem volt, hogy valakitől el kellett volna venni a commit jogot, pedig hát ugye több tucat emberről beszélünk. És a fejlesztőknek, ugye, hogy mivel foglalkozzanak, érdemes előre kitalálni nekik ilyen könnyű belépő szintű feladatokat. Ez is megtörtént, vannak úgynevezett easy hack-ek, Google-on rá lehet keresni egy easy hacks LibreOffice, és akkor az adott oldal az első találatok között azonnal szerepel. Ezek olyan egyszerű belépő szintű feladatok, amit kevés előismerettel, főleg a LibreOffice kódjának kevés előismeretével meg lehet el lehet végezni, mondjuk kódtisztítások, mondjuk a legegyszerűbb ugye az a német kommentek fordítása, de hát ugye ezt nyilván senki nem szereti hosszú távon csinálni, de mondjuk kódtisztítások, egyszerűbb feladatoknak a megoldása. És ilyen easy hack-eken keresztül lehet megismerni magát a kódot, és lehet egyre nehezebb feladatokat elvállalni. És azért vetítem ki Michael Meeks fényképét, aki desktop architekt a SUSE-nél, és a LibreOffice hát mondjuk így fejlesztési vezetője, mert ő találta ki gyakorlatilag az egész hozzáállást, az új fejlesztőkhöz való hozzáállást, az easy hack-eknek a nagy részét, és ő nagyon sok munkát fektet abba, hogy az új hozzájárulókat megnyerje a projektnek. És lefektette annak az alapelveit is, hogy hogy kell az új fejlesztőkhöz visszanyúlni. És ezért kivetitek az ő korábbi slideshowjáról két slide-ot, ami nagyon jól példázza, hogy mi a helyes és mi a helytelen viselkedés az új fejlesztőkkel kapcsolatban. És ezt a rajzot, ezt az ő egyik lánya rajzolta, mondjuk gondolom ilyen rajzra ránézve olyan 4 éves körüli lehetett, ugye az van ráírva angolul, hogy apa szeretlek, és akkor le van rajzolva apa, meg egy szív. És egy normális szülő az ugye nem úgy áll hozzá egy ilyen gyerekrajzhoz, hogy hát ez a D betű, ez úgy néz ki, mint egy B. Meg hát tudhatnád, hogy az embernek 5 ujja van, meg hogy tudom én, az Y-t nem lehet elolvasni, vagy hogy hát nagyon béna ez a kompozíció, mert egymásra lóg a betű, meg a rajz. Meg hát micsoda, hogy szerinted én így nézek ki, hogy az én kezem egy krumpli, meg az egyik szemem nagy, a másik meg kicsi, meg a testem egy párcika, meg hát ez nem jó, nem jó. De nyilván sokkal jobban többre megyünk azzal, hogyha azt mondjuk a gyereknek, hogy jaj, de jó, hogy ezt rajzoltad, milyen kedves, hogy vagy hogy ezt csináltad nekem, örülök, hogy szeretsz. Megdicsérjük, ami jó benne, hogy hát örülök, hogy mosolygósra rajzoltad a számat, meg hogy majd a hibáidat azt
közösen, mit tudom én, gyakoroljuk, és akkor majd még jobbakat fogsz rajzolni. Ugye sok kezdő szoftverfejlesztő az eleve ilyen félénk, introvertált típus, és nehezen szállja rá magát arra, hogy elküldje a munkáját egy publikus levelező listára, mert jaj, mi lesz, hogyha majd ott a nagy programozó istenek, azok így leszólják a munkáját. És sok projektnél ez tényleg így is van, hogy beküldi a patchet, hogy jaj, kedves gyermekemet így beküldöm, és akkor rögtön azt mondják, hogy hát ez nem jó, ronda. Vagy hogy hát nem rossz, de lehetne jobb is, ugye? És akkor általában ezek után az emberek nem próbálkoznak másodszor. Tehát az a projekt az elveszít egy új hozzájárulót. Esetleg az elefántcsonttól toronyba zárkozott fejlesztők azt gondolják, ah, nem is baj, ez egy hülye volt, ez nem baj, hogy elment. Pedig azt kéne megérteni, hogy ugye mindenki kezdi valahol, és a legtöbb ember az fejlődő képes. Tehát, hogyha az első patchét örömmel fogadjuk, hogy hát, de jó, hogy a LibreOffice-t választottad, köszönjük szépen ezt a patchet, lám, meg is oldott egy problémát, azonnal be is tettük a Gitbe, hát utólag még egy kicsit javítottunk rajta ezt, meg azt, nézd meg majd, hogy mit javítottunk rajta, mert az úgy jobb lesz, de hát na, még egyszer köszönjük, hogy segítesz nekünk, és gyere föl az IRC-re, beszélgessünk ott is, és hogy mi lesz a következő dolog, amivel foglalkozni szeretnél, stb. Stb. Így fellelkesítjük, akkor lehet, hogy ő maga is ugye, a tanulás útjára lép, és egyre jobb patcheket fog küldeni. És esetleg mondjuk 3 év múlva, amikor már ő is egy profi fejlesztő lesz, és ő találkozik először egy kezdőnek a patchével, akkor ugyanezt a kultúrát adja tovább. Tehát nem elküldi, vagy leszólja, vagy ilyesmi, hanem örömmel fogadja. És az az elképzelés, hogy így egyre több új hozzájárulót tudunk majd bevonni. Eddig ez a dolog működni látszik. És egy pár szót mondanék magáról a Document Foundationről is, mert hát mégiscsak ez az a szervezet, ami a LibreOffice fejlesztése mögött áll. Ugye, amikor elkezdték ezt megalapítani, meg kidolgozni az alapelveket, igyekeztek egy nagyon tudományosan megközelíteni a témát, ugye okulva a múlt hibáiból, meg tényleg, hogy elméletileg is a lehető legjobb ilyen szabad szoftveres szervezetet alapítsák meg. Úgyhogy nagyon sok gondolkodás és vita előzte meg ezeknek az alapelveknek a kialakítását. Ugye ez egy fontos szempont volt, hogy a szervezet az legyen független. Független az egyetlen vállalati szponzortól. Tehát ne az legyen, mint a Sun idejében, hogy az egyetlen vállalati szponzor a Sun, ő adja a fejlesztők többségét, ő adja az infrastruktúrát, mindent ő ad, és akkor az egész projekt tőle függ, és aki nincs velük jóba, az esélytelen ugye erre a piacra kilépni. Tehát a vezetőtestületekben is benne ülnek ugyan a cégek, benne ül a SUSE, a Red Hat, a Canonical, de le van fektetve az alapelvekben, hogy senkinek nem lehet egyharmadosnál nagyobb részaránya ezekben a szervezetekben. Akkor a szervezetet azt nem demokratikusan képzelték el, mert az nem jó, mert akkor a tudatlan tömeg az valami olyasmit szavaz meg, ami butaság, vagy nem lehet megcsinálni, hanem abból az alapelvből kiindulva, hogy a középpontban a fejlesztők, és ők mondják meg, hogy merre menjünk, egy meritokratikus szervezetet képzeltek el. Tehát az érdem szerint lehet egyre nagyobb mértékben beleszólni. Aki többet tesz, többet ad hozzá a projekthez, az jobban beleszólhat. És ezt a tagfelvételnél úgy kontrollálják, hogy az lehet tag, aki mondjuk felmutat egy 3 hónapos előéletet, van 2 ajánlója, és vállalja, hogy még 6 hónapig a LibreOffice projekten dolgozik. Így körülbelül 100 tagot vettek fel az elmúlt évben, és a tagfelvétel az folyamatos. És ezek a tagok választották meg egy hónapja a kuratóriumot, egy hétfős kuratóriumot, akik a stratégiát alkotják, meg a pénzügyekért felelnek, meg az ilyen jogi ügyekért, és ők neveznek ki egy tagválasztó bizottságot, akik a tagfelvételt irányítják, illetőleg
az Engineering Steering Committee-t, aki a műszaki kérdésekben dönt. És ez a Document Foundation, ez még nem egy jogi személy, nem, nincs bejegyezve sehova, nem létezik. Ugye, ezt a tavaly szeptemberben úgy gondolták, hogy hát ez azért ez hamar fog menni, ez a bejegyzés, de pont a körültekintés és hát az ilyen jól megalapozott előkészítések miatt ez több időt vett igénybe, de év végéig valószínűleg meg lesz a bejegyzés is. Azt találták ki, hogy a legjobb lenne, hogyha ez egy Németországban bejegyzett stiftung lenne, egy német alapítvány, annak a nemzetközi megítélése az elég jó ennek a szervezeti formának, valamint a német törvények egy csomó minden olyat garantálnak, ami így egybevág a Document Foundation elképzeléseivel. És a német stiftung bejegyzéséhez ahhoz 50 000 euró kellett, ezért még tavasszal elindítottak egy ilyen pénzgyűjtő kampányt, hogyha sikerül összegyűjteni az 50 000 eurót egy hónap alatt, akkor Németország, ha nem sikerül, akkor megyünk Angliába, mert ott kevesebből is meg lehet csinálni. És egy hónap helyett 8 nap alatt összegyűlt az 50 000 euró, ami mutatja a közösség erejét, meg a lelkesedését a téma iránt. Sőt, ugye az adakozás ez nem állt meg 50 000-nél, úgyhogy az egy hónap alatt 96 000 jött össze. Miután ezt sikeresen lezárult ez a pénzgyűjtő kampány, utána már csak az maradt hátra, hogy melyik német szövetségi államban legyen. Elkezdtek többel is tárgyalni, ugye minden szövetségi államnak kicsit mások a törvényei, és jelenleg ez a kör leszűkült 3-ra, de azt még titokban tartják, hogy melyik ez a 3, én sem tudom. Ebből a 3-ból fognak kiválasztani egyet, és akkor már tényleg be lesz jegyezve, és minden a jogilag is rendben lesz. Eddig az adományokat és a számlákat és az egyéb ilyen papírmunkát egy német egyesület végezte a Document Foundation számára. És végezetül egy pár szót szólnék azért a LibreOffice mögött álló üzleti modellről is, mert ez ugye a nyílt forráskódú fejlesztés ez nagyon szép, meg minden, de ugye vannak egyrészt vannak ügyfelek, akik elvárják, hogy a termék az használható legyen, és a hibákat az időre javítsák, tehát ugye másképp nem tervezhető. És ugye vannak vállalatok is, akik ennek a szapportjából szeretnének megélni. Na most a Document Foundation az minden intézménynek, aki LibreOffice-t használ, vagy készül bevezetni, a legmelegebb szívvel ajánlja, hogy kössenek support szerződést egy olyan céggel, aki képes level 3-as supportot biztosítani. Ami azt jelenti, hogy képesek a forráskód hibáinak kijavításával, vagy forráskód módosításával, és akár hibajavításokat, vagy testreszabásokat elvégezni. Most az, hogy kitől veszik meg ezt a level 3-as supportot, az a LibreOffice projekt szempontjából tulajdonképpen nem is érdekes, csak az a fontos, hogy valakitől vegyék. Ennek kölcsönös előnyei vannak, ugye. Egyrészt még így is olcsóbb lesz valószínűleg, ugye általában egy felhasználó számra mal arányos éves előfizetési díjért ajánlják ezt a terméktámogatást, még így is olcsóbb lesz, mint hogyha a konkurens irodai csomag licenszeit vásárolnák meg. Ja, de hát nyilván nincs ingyen, viszont ingyen a bevezetés sincsen. Tehát, hogyha valaki adhok módon a saját feje alapján próbálja bevezetni, akkor lehet, hogy a költségek magasabbak lesznek, mint hogyha egy kidolgozott módszertan alapján egy támogató cég segít nekik. Azon kívül ott állnának egy saját bevezetés esetén azzal a problémával, hogy vannak a programban hibák, amik mondjuk a mindennapi használatot zavarják, tehát az ő munkafolyamataik során előjönnek problémák, amiket várhatnak a végtelenségig, hogy mondjuk ilyen közösségi alapon valaki ezt kijavítsa nekik. Most ezt tudni kell, hogy a LibreOffice hiba bejelentőjében van körülbelül 2500 nyitott hiba. Hetente jelentenek be körülbelül 100-at,
és mondjuk kijavítanak 5-öt vagy 10-et, vagy szóval körülbelül ilyenek az arányok. Tehát nyilvánvaló, hogy a legtöbb hiba az sohasem lesz kijavítva. Ez akármilyen szomorú is, és akármennyi új hozzájáruló is jön, ezek a tények. Viszont egy adott felhasználót általában nem érinti 2500 hiba, egy adott felhasználót mondjuk érint 10-15 hiba. És hogyha van egy ilyen level 3-as support szerződése, akkor mondhatja azt annak a vállalatnak, akiben leszerződött, hogy az én hibáimat javítsátok ki, a többi nem érdekel, az enyémeket javítsátok ki. És ez egy pár hét hónap leforgás alatt megtörténik, és kap akár egy saját buildet. És amikor vagy akár használja a terméket, menet közben talál egy hibát, szól, hogy ezt javítsátok ki sürgősen, és akár a 3 nap múlva letölthet egy titkos URL-ről egy saját buildet, amiben a hiba már javítva van. Tehát ez egy nagyon fontos érv a support szerződések mellett, hogy a saját hibáját kijavítják, nem általában, nem az összeset, mert ez lehetetlen, hanem azt, ami neki kell. És végezetül azért azt is megemlíteném, hogy ha mindenki ingyen használja a terméket, akkor ugye nem lesz bevétel. Ha nem lesz bevétel, akkor nem lesznek fizetett fejlesztők, és ha nem lesznek fizetett fejlesztők, akkor óvatatlanul is lelassul a fejlődés. És végsősorban ezzel mindenki rosszul jár, most nem csak a fejlesztők, akik nyilván el tudnak helyezkedni más fejlesztési projekten is, hanem elsősorban a felhasználók, mert nem fejlődik a termék, ami pedig a munkájukhoz szükséges. Most 2012-től a Document Foundation az ilyen partnerségi programot fog közzétenni, vagy kialakítani az ilyen vállalatokkal, akik képesek ilyen level 3-as supportot nyújtani, és akkor fönn lesznek a honlapon, így kölcsönösen reklámozzák egymást. Ennek persze ugye az a feltétele, hogy az adott vállalat az kódot kontributáljon, kóddal járjon hozzá a LibreOffice-hoz, hiszen mivel is tudná bizonyítani jobban azt, hogy képes kódot javítani, mint hogy ténylegesen látjuk a verziókövető rendszerben, hogy ott az általa kijavított kód. Hát ugye Magyarországon a Novell magyarországi konzultációs részlege nyújt, vagy tud nyújtani ilyen level 3-as supportot. Jelenleg a LibreOffice 3.4-es verziót támogatják, és hát ugye nyilvánvaló, hogy erről a típusú munkáról tudok a legtöbbet, hiszen az ő háttér intézményük, ez a, végül is ez a SUSE LibreOffice Team, ahol én is dolgozom, és én azt látom, hogy hetente 2-4 ilyen javító buildet adnak ki különböző felhasználóknak, tehát így minimum ugye ennyi hibát, olyan hibát kijavítanak, ami ügyfélnél jelentkezik, és akkor soron kívül kijavítják nekik. Hát körülbelül ennyi lett volna az előadás. Köszönöm szépen a figyelmet!